Emelo Ardenkin, képzőművész, költő, teoretikus, 1913-ban született Uruguayban. Több avantgárd művészeti, irodalmi folyóirat és csoport alapítója. Arturo, El Universario, Madi, Ayer. Argentinában folytatott festészeti, filozófiai és irodalmi tanulmányait követően 1948-tól Párizsban él. A Madi 1946-ban Buenos Airesben jött létre, itt folyt le az első korszaka. A második az 50-es években Párizsban, míg a harmadik, a kibontakozás szakasza a 90-es években kezdődött. A világ különböző pontjain most jött el a Madi kora. A Madi mozgás, abstrakció, dimenzió, invenció, a pantarej alapeszméjét hirdeti, az életet jellemző mozgást kívánja megragadni, alapszínekkel és geometrikus elemekkel. A képkeretet a festménybe emeli, poligonális, sík struktúrákkal építkezik. Jellemzője a síktársítás és a mobilitás. A madi műalkotásban megteremtődik a tiszta élő geometria. Uruguayban születtél, honnan került ebbe az országba a családod? Az én családom is európai eredetű, mint az amerikai földrész lakóinak nagy része. Az apai nagyszüleim baszkok voltak, a másik vonalon pedig portugálok. Az amerikaiak 80%-a külföldi bevándorló. Legtöbbjük Európából érkezett ide. Argentina a tanulmányait szintere abban az időben, amikor Buenos Aires az avantgárd központja Dél-Amerikában. Mindeközben Európa a fasizmus őrületében fuldokol. Milyen hatással voltak ezek az események az életedre? Rivéráról, a szülővárosomból, amely a Brazil határ mellett fekszik, érkeztem 1935-ben Montevideo-ba, ahol még ebben az évben találkoztam Joachim Torres Garcia-val, egy az Európai avantgárdot bemutató konferencián. Én ez időtájt amatőr festő voltam. Kubista stílusban festettem évente két-három képet. Soha nem lettem hivatásos festő sok minden tanultam abban az időben, de mindenek előtt a politikai mozgalmak érdekeltek. A nácizmus elleni harccal voltam elfoglalva. Ez a nácizmus kora volt. Engagé dans les mouvements. politique contre le nazisme. Parce que c'était des époques de montée du, na du nazisme. Et comment... Mais on luttait avec des manifestations, avec, euh... avec euh... des tintetés et conférences. Dans la presse, dans les conférences. És aztán jött a Mussolini elleni, arc, a líbiai háború, az etiópiai invázió, majd Hitler európai provokációjával a nácizmus előretörése és a spanyol polgárháború. Szóval folyamatosan volt mit tenni. A spanyol köztársaság bukását követően Buenos Airesbe mentem, és mivel minden hivatalos dokumentum, amely az iskolai tanulmányaimat igazolhatta volna, Brazíliában maradt, szabad hallgatóként beiratkoztam az egyetem filozófiai szakára. Főleg a reneszánsz történelem izgatott, majd a marxista filozófia. A dialektikus és történelmi materializmus, Marx politikai gazdaságtana számomra ma is érvényes én Én ma is marxista vagyok. Soha nem lettem tagja egyetlen politikai pártnak sem, mivel eléggé individualista vagyok. Inkább az anarchizmussal szimpatizálok. Az adott kor történelmi társadalmi nyomása alól hogyan préselte ki magát a művészet, a képzőművészet, a költészet, a zene? Hogyan jött létre a madi? Azt gondolom, az emberben működik egy kollektív program és egy individualista program is. Tehát együtt kell csinálni a mozgalmat és az egyéni művészetet. Természetesen az én művészi, emberi fejlődésemben meghatározó volt, hogy 35-ben Montevideo-ban találkoztam Torres Garciával. Parce que dans cette a az előadáson, amelyet ő tartott, láttam életemben először Kandinsky, Mondrian, Malevich és Moholy nagy műveket. És azonnal megérintett a konstruktivizmus szere. Számomra ez egy reveláció volt. pour pá követően mentem Buenos Airesbe tanulni Ahol képző mivészekkel filozofus hallgakkal ődalmárokkal ismerkedtem meg Ét tudjön ave ezét tudjön de bozár de filozofi lettrő és jó a vita nem, ez faut voir quand hatással volt ránk a surrealista irodalom. A surrealizmus politikai és irodalmi síkon egyaránt megnyilvánuló forradalmi nézetei. Ça compte beaucoup pour nous visionner cette révolutionnaire tant politique que littéraire, n'est-ce pas? De a képzőművészetben, annak ellenére, hogy ma is nagy csodálója vagyok a szürrealista festészetnek, művészetnek, mi, én és a körülöttem szerveződő kis csoport már útban voltunk a tiszta geometria felé. Et les a mi művészeti mozgalmunk, a Madi, az impressionizmus, kubizmus, fóvizmus, futurizmus, dada, szürrealizmus, az orosz szuprematizmus és a konstruktivizmus örökségét viszi tovább. Ha analizáljuk ezeket a mozgalmakat, észrevehetjük, hogy mindegyik egy-egy koncepció mentén halad. A gyorsaság, a dinamizmus koncepciója a futurizmusé. Az álom, az automatizmus, a szürrealizmusé. És így tovább. Ugyanakkor rájöttem, hogy ezekből a koncepciókból hiányzik a rendszerezés elve. Például a mozgás koncepciója, amelyet a futuristák emeltek ki, a mobil problematikája. Lehet mondani, hogy az első mobilt a futuristák készítették. A manifestációjukban hivatkoztak erre. Ugyanígy felvetették a fény és a mozgás összefüggéseit. De nem rendszerezték a kapott ismereteket. Aki a mozgás szisztematizálását elkezdte, az Kálder volt. Alors on a pensé quand même que ça les mobiles c'est une chose que on devait prendre ça. Et puis les problèmes du mouvement qui nous gratignent. Mais à Heraclite, à St Hegelen et Marxsonart érkezhet hozzánk. Mais on y vivait un petit élément befoctu. Ce problème du mouvement et ça on a pris ça comme élément de les de Torres Garcia Torres játékos mobiljai, a coplanalok de... és az artikulált madí szobrok ennek alapján születtek meg de uh, partie d'un objet de là qui est né de coplanal qui est la sculpture articulée uh, madí Ez a híres koplanál Torres Garcia játékos alkotásait idézi. A néző is része az alkotásnak, látod? Ez a híres koplanál. Látod? Látod, ez a végtelen. Ez egy koplanál festmény. Mit jelent a szó koplanál? Koplanál. Koplanál. Kooperáció. Magyarul nem tudom, hogy mondjátok. Síkok egymás mellett. Egyrészt egy sík felületet mutatsz. Másrészt benne vagy a térben. Ez egy madi alkotás. Madi festmény, amely egyben tárgy is. És amelynek van egy játékos nézőpontja is. A madi fontos eleme a játékosság, amely persze lehet rendkívül banális, mindennapi is. A játékosság megadja azt a lehetőséget, hogy a tárgy maga egy örömforrás, örömobjekt lehessen. Hajlíthatod, pakolázhatod az elemeket ide-oda. Az állandó mozgásban lévő forma folyamatosan megújul, de figyeld meg, a fa is egy mobil. Vagy az utcán közlekedő ember is. És a legcsodálatosabb szerv, amely nélkül nem jöhetett volna létre a mi civilizációnk a szem nem csupán geometrikus forma, de egyben madi objekt is. A szem tele mozgással, dinamizmussal. Nagy hálával tartozunk Rodchenko, aki az első függesztett szobrokat elkészítette, a 20-as években. A 20-ban vagy 21-ben. Hasonlóak az én levegő mobiljaim az ebédlőben. A másik dolog, amire felfigyeltünk, az volt, hogy a festészetben mind az ideig kizárólag a derékszöget és a négyszöget használták. A kubisták 1913 körül próbálkoztak az ovális formával. Picasso és Braque. De a sokszögűség koncepciója, a sokszög nem létezett nálunk. Egy szó, amit sehol nem találtunk a geometrikus fogalomtárban. Talán féltek tőle. Csak konstruktivizmus, konkrét művészet, sok-sok misztikus blabla, ugye a nagymestereinktől. Ezzel együtt azt mondom, ha a Madi létezik, az csak azért van, mert ők léteztek. És el kell ismernünk őket, mint az apáinkat, akik bennünket formáltak. De nekünk tovább kellett lépnünk mert ők megmaradtak a négyzetes alapnál. Vajon miért a négyzetet választották? Miért nem a háromszöget, a trapézt, az ötszöget, hétszöget, a konkáv és konvex szögeket? Ahol a szögek kinyílnak a végtelen felé, ott születnek meg a madi formák. Mindenkinek a maga formája. Így minden propaganda nélkül alakult ki a Madi. Mi nem foglalkoztunk a propagandával. Én személy szerint én egyáltalán nem vagyok híve a hírverésnek. Nem akarom, hogy a Madi elhasználódjon. A divatos dolgok előbb-utóbb elkopnak, elhasználódnak. A mi mozgalmunk spontán és szabad, teljesen szabad. A bázis a geometria és a sokszögűség, amelyek nyomán a plastikai megoldások, képzőművészeti közelítések végtelen tárháza jelenik meg. Van, aki monokrom képet készít, van, aki fekete-fehéret. Tere van a szimultanizmusnak. Használhatod az alapszíneket, a komplementer színeket. Ha úgy tetszik, játszhatsz a felületen, mint az impressionisták. Használhatod a plastikus értékeket, a szürkét, a sötétet. De a színek tárháza is rendelkezésedre áll. Határtalan nagy a szabadság. Ça, la liberté de chacun, uh, nous. Zà, on Senki nem avatkozik be. Az eredmény hihetetlen változatos et, et ampleur, uh, A MADI bebizonyította, uh, hogy a képzőművészetből és so elsősorban a -e, festészetből ouva, ké valóban hiányzott ez a, a, a dimenzió. A festészet évszázadokon át be volt zárva a felületbe, a négyszög és a derékszög szorításába, a keretbe. Még kiszabadítottuk onnan. Számúztuk a keretet, amely elzárta a témát a környezetétől, és a többszögűséget kezdtük használni. Nem mi találtuk fel a háromszöget és a többi szöget. Ott voltak. Mindenki előtt szabad. Mi csak elvettük őket. Ez egy fekete forma, amelyet fekete formának hívok, 42-ből. Az időtájt nagy hatással volt rám az afrikai kultúra. A néger maszkok, szobrok. Itt van egy lyuk. Kifelé menő szögek, befelé tartó szögek, amelyik konvergál. Nézd a formát. A többi divergál a végtelen felé. Ez egy poligon. És ha jól megnézzük, ez a forma...

és egy négyzetet egymáshoz illesztesz, már is kapsz egy madi kompozíciót. Megvan? Ajoutes, exemple, Nézd a formát. A Teheted a form ide, a is, ide is, ide is, la... vagy, em ide a másik oldalra. A Ez a híres plexi híd, egy kis golyóval. És belül, látod? Van egy játékos rész. Játszhatsz mint a gyerekek. Zöre egy csaphatsz. Joachim Torres Garcia úttörő játszott a konstruktív geometrikus művészet kibontakozásában. Mesélj nekem kérlek Torres garcia és az ő művészetéről. Torres Garcia mindig konfliktusban volt önmagával a festészetében, mivel egyrészt tiszta geometrikus, nonfiguratív műveket alkotott. Másrészt megvolt a maga szimbólumokkal teli konstruktivizmusa et Garcia mindvégig megmaradt a síkba zárt formáknál. Nagyon egyszerű anyagokat használt. Például talált egy fadarabot az utcán, felszette, megfestette, és zseniális, mágikus objektet készített belőle. – 1930-ban Párizsban a Szerkle Káré művészeti mozgalom és folyóirat egyik megalapítója, mi több inspirálója volt. Szeforral, Mondriánnal, Árpa, Fantongerlóval, Marcel Kannal, kandinsky -jal. egy érdekes és fontos csoportot alkottak. Csodálatos személyiség. A festészet laikus szentje volt. A művészet volt számára a mindenség. Szenvedélyes festő, szenvedélyes művész. Nem érdekelte a dicsőség, a pénz. Titokzatos, rejtelmes ember volt, aki élete végéig nagy szegénységben élt a családjával. Senki nem vásárolta a dolgait. Már amikor itt élt Párizsban, akkor sem volt a geometrikus művészet a műkereskedők kedvence. Soha nem lett divatos művész. És ez a csodálatos a művészetben. A művészet az egyetlen, ami valóban fontos az életben. Ami nem hazudik, ami semleges, nem ütközik, nem vádol, hanem a maga eszközeivel, a színekkel és formákkal megőrzi, bemutatja és szolgálja a szépséget. Hogy jó -e egy mű vagy nem, vannak sikerült és kevésbé sikerült madi formát. Itt is működik a természetes szelekció. És vajon hogyan kell a szépséget létrehozni? Titok. Amikor Torres Garcia hazatért Uruguayba, te néhány év múlva útra keltél Párizsba. Miért? Mert engem a Párizsi iskola formált, a nyugati művészet. A művészet nagy forradalma az impressionizmussal kezdődött. Az impressionizmus volt az, ami befejezte az akadémizmust, ami kinyitotta a művészetet a tér felé ami elhozta a szabadság levegőjét. Aztán a fóvok is Párizsban voltak. A futuristák, Marinetti manifestáció is itt készült Franciaországban. Ő is sokáig élt Párizsban. És Picasso, és Braque is, Léger, Jean Gris, a nagymesterek. Ez volt a Párizsi iskola. Bár a Dada Zürichben született, Párizsba kellett zarándokolniuk, mint nekünk, hogy megszülhessék a szürrealizmust. Mindig is gondoltam arra, hogy Párizsban fogok élni. Úgy gondoltam, és ma is azt vallom, hogy Párizs a világ kulturális fővárosa. Miért? Mert Párizsban mindenki ott van. Igen, Párizsban mindenki ott van. Latin-Amerikában nem ismertem egyetlen mexikói, venezuelai, kolumbiai művészt sem. Je les connais à Paris. Des Colombiens qui parlaient d'espagnol. Mais je ne connaissais pas, je ne sais pas qui était un Colombien, -e mais je les ai connus à Paris. À Paris, j'ai connu. Et de Paris, j'ai connu. magyar, jugoszláv, lengyel, orosz, észak-amerikai, angol, japán festőkkel. És még nélkül folytathatnám a találkozás sorát. Azt gondolom, és a történelem igazat ad nekem, hogy a kultúra és a művészet a leglényegesebb kérdéseket veti fel és válaszolja meg. A legerősebb császárságok elmúltak. A nagy politikusok és hódítók eltűntek. De a művészeti alkotások, az emberi értelem virágai megmaradtak. A tudomány is változik. Galilei fizikáját felváltotta a Newtoni. Majd Maxwell és a relativitás elmélet. Ma már kvantumfizikáról fizikáról beszélünk. Tehát időről időre megújulnak a fizikai ismeretek. A művészet is állandóan megújul. De a műalkotások az életmű részeként örökre megmaradnak. Hol vannak már az egyiptomi fáraók? De a piramisok, az építészeti művek a helyükön állnak ma is. A görög művészet, a görög irodalom és költészet, Homérosz, Filiász, Megmaradt. A nagy költők, a reneszánsz, minden nagy festő. Mert ők művészeti tárgyat, műalkotást hoztak létre. És a műalkotások a legfőbb, legmagasabb rangú uralkodók. Az ásatások során a több ezer éves városok maradványaiban szobordarabkák és vázák kerülnek elő. Ez a művészet halhatatlanság. És én azt gondolom, hogy a Madi ugyanezen az úton halad. Sokszor fantáziálok arról, hogy a madi művészek képesek lesznek létrehozni együtt egy olyan zárt közösséget, kvázi politikai pártot, amelyik azt állítja, hogy a világot a politikusok helyett a művészeknek, a művészetnek és a kultúrának kellene irányítania. És akkor elégne minden fegyver, minden agresszív tárgy elpusztulna, és mindent áthatna a zene, a szobrászat, a festészet és a költészet. És a tudományos kutatás is csak az emberiség szolgálatában állna. Én hiszem, hogy ez az idő eljön. El fog jönni.